nincs annál jobb szórakozás a világon, ha a színpadon kipróbálhatom a határaimat, a határtalanságot. Ezt valja mai vendégünk, aki, ha újra kezdhetné, ma is a színészetet választaná. Lássuk, hogy kivel várjuk ma önöket az Ez itt a kérdés portréban. Ti még nem sokat értek, rózsák. Titeket senki sem szelidített meg, Béres Ilona, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kosút és Jászai Mari Díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A barátom tettem. Gyermekkora óta színésznek készült, rendszeresen járt szavaló versenyekre és színjátszókörökbe. A városban körös körül az érettségi után rögtön felvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1964-ben Pártos Géza osztályában végzett. Az igazat akarom tudni. Már ekkor felfigyelt rá a színházi és filmes szakma is. Én nem tudok az égvilágon semmit. 1962-ben az Esős Vasárnap Megmenekült. és az Aranyember című filmek sikerének köszönhetően egy csapásra közismert művészé vált. A főiskola elvégzése után a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1966-tól a Madás Színházhoz, majd 67-től a Nemzeti Színházhoz került. A férjed még mindig Főszereplője volt az álmodozások korának Szabó István első nagyjátékfilmjének. 1969-től 15 éven át a Színház társulatának tagja volt. Vámos László hívására 1984-ben újra a Nemzeti Színházhoz szerződött, melynek később örökös tagja lett. Majd a Hevesi Sándor téri épületben maradva, 2000-től a Pesti Magyar Színház tagjaként játszott. Én lesz. A 90-es évektől kezdődően több vendégszerepet is vállalt, így feltűnt a Radnóti, a Bárka és a Madács Kamara színpadán is. Micsoda maskarát szedett magát! szakítva az állandó színházi tagsággal 2012 óta szabadúszóként szerepelt a Nemzeti, a József Attila és a Pesti Magyar Színházban. Talán nem is rossz ami Színházi tán... és filmes munkái mellett több saját előadó estel is körbejárta az országot. Várjatok meg itt! Ne? Jellegzetes, mélyen búgó hangját meg annyi rádiófelvétel, egy hangos könyv és számos szinkron szerep őrzi. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Béres Ilonát a stúdióban, megtisztelő, hogy eljött, és az is megtisztelő, hogy felajánlotta, hogy tegeződhetünk a műsorban, itt tehát tegeződni fogunk. Azzal a gondolattal kezdtem az adást, hogy idéztem öntől, miszerint ma is csak kis színész lenne, semmi más, és nemrégiben láttam önnel egy interjút, ahol azért beszélt arról, hogy a mai színház talán nem feltétlenül olyan, mint, mint, a régi, hiányzik belőle a katarzis, megváltozott a színészek megbecsültsége, na és akkor azon gondolkodom, hogyha valaki azt mondja, hogy ma is csak is színész lenne, ott valami nagyon-nagyon erős elhivatottság kell, vagy ez talán a pályára születtem érzése? Hát valaki vagy színész, megszületik, és bármilyennek a körülmények, akkor, akkor is az lesz. Vagy pedig elég szomorú, hogy nem olyanok a körülmények, se társadalmilag, se anyagilag, hogy megbecsülnék azt, ami a, a, a művésznek jár. Azt lehet tudni, hogy egész gyermekkorától. Erre a pályára készült, és borzasztó erős volt ez a, a késztetés, és egyszer azt mondta, hogy tulajdonképpen kicsit kimaradt emiatt a, a gyerekkora vagy a kamaszkora. Mi maradt ki? A fiúk. A fiúk maradtak ki középiskolás koromban, mikor már úgy elkezdtek érdeklődni a kislányok a fiúk irát, és, és, én olyan elszántan csak az egy cél levegett a szemem előtt, hogy én bekerüljek a főiskolára, hogy, hogy talán az elrettentette azokat a legénykéket, akik esetleg érdeklődtek volna irántam, de nem volt kapcsolatom középiskolás koromban, és ez elég furcsa, tehát az a bizonyos 16 éves első szerelem, az nevelem is lezajlott, csak a fiú nem nem tudott róla, szóval nem alakult ki kapcsolattá. Nem tudott róla? Nem, nem, nem. nem Titokban tartotta? Hát ez, igen, még, még általános koromban elindult az, hogy tánciskola, és akkor és akkor megláttam ezt a fiút, és akkor ez egy gyönyörű, szép diák szerelem volt, de ő, ő nem tudott róla. Nem tudott róla, és ő egy osztálytársát vette feleségül, és aztán, mikor már megöregettünk, akkor megtudta, hogy annak idején, hát mulatságos dolog, de nekem ez így is szép volt. Szépen Emlék. Próbálom elképzelni azt a béres Ilonát, aki, ha jól tudom, ezt a történetet, madácsot, az ember tragédiáját felalámasírozva szóval. Igen, igen, be van fejezve a nagy mű, igen. <laughs> igen, ezt tanultam, én Vekerlei vagyok, és ott kis példányal ott, ezek csendes utcák, és ott, ott jártam fel alá, és tanultam. De nem csak ezt, sok verset tanultam. Hát az ember 17 éves korában, aztán a leg. Nagyobb reper repertoárral rendelkezik igazából, utána már csak felejt. De ez is jó dolog, ha az ember megöregszik, akkor az ifjúkori nagy olvasmány élményeket újra keresi, és újra elolvassa, és kiderül, hogy egy teljesen másik könyvre emlékezett. Most is így van ezzel? Tehát hát igen, például, a igen, amikor, amikor elindult velem ez a nagy otthonmaradás, akkor kerestem otthon, tudtam, hogy megvan nekem valahol a Torszói háború és békéje, de nem találtam. És akkor a férjem antikváriumba fölhajtotta nekem, és akkor elolvastam egy vadonatúj regényt, mert hiszen 17 éves koromban az érdekelt egyfolytában, hogy mi lesz a Natasával. És, a, és, a, és amikor hát az ember már korosabb, akkor, akkor átlátja az egészet és a filozófiáját, és, és, és egy másik-másik egy vonal, még szinte sokkal érdekesebb, és akkor Rantas a mellékszereplő. Akkor is izgat persze, hogy kivel jön össze, majd a bolkonszki, hogy is lesz ez, mint lesz, de, de, de nem közelebb kerülök a regény lényegéhez. Miközben ilyen olvasmányérményei voltak, miközben folyamatosan a pályára készült, és most magázódon pedig, megbeszéltük, hogy tegeződünk, Ahogy de jó szerintem leszik. ez <tessz> valószínűleg annak köszönhető, hogy van benned valami olyan tiszteletet parancsoló, hogy és, és valami olyan méltóság, ami nem engedi szinte, hogy tegeződjünk, de ezért próbálom tartani magam. De a ez, a itt ez nem egy trón, <tessz> úgyhogy nyugodtan tegezz. Szóval visszatérek akkor tehát a tegeződéshez, hogy mikor viszont a szavalóversenyek, színjátszók körök után elsőre felvettek a, a, főiskolára, akkor mi van? Egyszer csak, hát sikerült, elértem, amiért küzdöttem. Akkor utána azért nehéz az embernek újra elkezdeni az egészet bizonyos értelemben előről. Az egy nagy kiürülés volt. Tehát az, hogy, hogy 18 évig ez volt a, a minden, amit elértem, Ilyen fáradtságot addig még nem éreztem, és az osztályfőnökömhöz mentem fel, aki nekem egy meghatározó ember volt az életemben, és akkor a bori lefektetett, betakargatott és hagyott aludni. És akkor tulajdonképpen egy, egy üresség fogott el az űr, mert hogy megvolt a cél, elértem, és nem tudtam, hogy mi lesz. Na most nekem az első év a főiskolán borzalmasan nehéz volt, és annyit sírtam, és anyukám annyit átkozódott, hogy hmm. <laughs> az, ezt az élményt nem kívánom Nézd még egyszer.

Azért, mert volt egy olyan beszédtanárunk, aki, aki, mérhetetlen szigorú volt, és, és nem az lett volna a baj, de nem is volt egyforma értékítélete, tehát nagyon elfogult is volt, és képzeld el, hogy én fél évig, mint kezdő fiatal főiskolás, mondtam a kutyák és farkasok dalát, ami hát olyan merev görcsöt okozott, hogy már a végén szinte a fiúk leemeltek az színpadról, mert már remektem meg le is, be is görcsölte, meg mit tudom, mi Úgyhogy az nagyon-nagyon az rossz volt, de, de utólag azt mondom, hogy nagyon sokat tanultam tőle, tehát én hálás vagyok a tanár úrnak, csak azt volt nagyon nehéz elviselni. És akkor másodévben az osztályfőnökünk, az áldott emlékű pártos Géza átadott minket Vámos Laci aki rögtön az egész osztálynak Shakespeare-t osztott, és akkor kaptam meg a Rosalindát, ami hát annyira eltalálta az én igazi karakteremet, hogy avval diplomáztam, sőt, a Laci átvitt a madácsba is. De ott nem volt olyan siker, mint a főiskolán, mert a főiskolán az, az, az robbant, és egy lázas. A rutin, rutin ami a madásba volt, az, az csökkentette a sikert. Egyébként sokan ültek ebben a székben, akik pártos volna, nagy szeretettel beszéltek, és te pedig úgy fogalmaztál, vagy legalábbis hasonló, hogy van valami kis megértés egymás között, azok között, akik, akik az ő keze alatt tanultak, ez miből fakad, mit tudott ő megteremteni, hogyan tudta feloldani azokat a görcsöket, amikről az imén beszélt? Soha nem mondta valamire, hogy rossz mindig mondta, hogy ez érdekes, és akkor elkezdte elemezgetni, elemezgetni, és a végén odáig jutottunk, hogy teljesen mást csináltunk már, és észre se vettük. Tehát annyira, annyira szépen elemzett, és annyira belőlet fogalmazott, és egyfolytában azt érezted, hogy kíváncsi rád. Tehát az a legjobb dolog, amikor úgy próbálunk, hogy a lent ülő néző, főrendező nem a saját fantasmagorját követeli tőled, hanem kíváncsi rád, és azt illeszti bele egy olyan koncert, Pszióba, amit, amiben te bele kell, hogy, hogy illeszkedjél majd, szinte észrevétlenül, de hát ezek, ezek, ezek nagyon kitűnő rendezők, és öröm velük dolgozni. Én boldog vagyok, hogy a hattyúdalomat egy ilyen rendezővel csináltam, Szabó K. Istvánnal, a UNESCO székeket, és szívernő azt írta le rólam, hogy tökéletes. És azt mondtad, hogy korábban nem írták le rólad, hogy tökéletes, vagy így nem, hát ennyire így, egyértelműen így egyértelműen nem. nem. Nem, 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 és kaptam sok jó kritikát, tulajdonképpen most, hogy, hogy készül rólam egy könyv, ami Ablonci László a Bronci László készíti. írja, igen, aki hát fantasztikus felkészültséggel és odafigyeléssel kutatja az én életemet, mert tulajdonképpen ezt a férjem találta ki, hogy a 80. születésnapomra egy könyvet Hitokba, de hát kiderült, hogy nélkülem ez nem megy, és akkor így, így alakult ki a Lacival, és itt fantasztikus dolgokat kutat, szóval valami olyan vaszorgalommal, hogy én magam se tudtam, tehát az, az, az gyönyörűség, nagyon fárasztó, és nagyon hálás vagyok a Lacinak, hogy ezt így elvállalta. Akkor most együtt mentek az eltűnt idő nyomában, hogy így egy kicsit van. irodalmi példát idézzek. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert most valaki Viszont mesélni fog egy kicsit a velet töltött időkről. Béres Ilona 1964-ben pártos Géza osztályában végzett a színművészeti főiskolán, ahol több olyan később nagy nevet szerző osztálytársa volt, mint Szegedi Erika tordai -teri, vagy éppen a most következő halász Judit. A Vigszínház Kossuth Díjas művészét a főiskolai évekről kérdeztük. nagyon erős kép ugrik be, amikor az első találkozásra gondolok, meg a másodikra, meg a harmadikra, mert az Ili viselte egy is szoknyát, kicsit rakottas is szoknyát, ugyanabból készült nyakkendőt, egy fehér blúzt, és amikor felment a színpadra először, akkor rezgett a sót is, hogyha <laughs> izgult nyilván. És mindig ez a kép ugrik be elsőnek, mert így ismertük meg mi sokat tanultunk együtt, mert eminensek voltunk, és ilyen ö, szörnyű tanulni valókat, amik akkor minden egyetemen kötelezők voltak, mint a politikai gazdaságtan, azt például együtt tanultuk, mert nem akartunk abban sem leégni. Emlékszem rá, hogy éjszakáig tartó tanulásokat folytattunk együtt. De voltak más együtt tanulni valóink is, mert az osztályból nem sok mindenkit érdekelt, például a francia nyelv, oda tulajdonképpen ketten jártunk, az Ili meg én. Úgyhogy, és, és érdemes volt oda járni, mert Radnóti Miklós né Fanni néni tanította a franciát. És mi szívesen mentünk. Tulajdonképpen semmi. Az első szerepünk is együtt volt, és a véres Ili, aki egy kifejezetten szép lány volt, az csinált magának egy, amikor még senki nem ismerte, csinált magának egy olyan frizurát és minket, amitől elcsúnyította magát. Egy kis mafla lányt játszott, aki a szép lánynak a rabja volt, és mindig mindenben igyekezett neki megfelelni annak a szép lánynak, aki a tordai teri volt. És, a, és, a, és én, én azóta is csodálom, ugyanis első megjelenés, ez meghatározó mindenütt. Méghozzá azért meghatározó, mert azt hiszik, hogy hát ez egy ronda lány, ez nem érdekes, de az ili következő szerepeiben már az aranyembert játszotta és akkor kiderült, hogy ez egy szépség, ez nem egy, ez, ez nem egy az elsős beli csúnyaságát, hogy sikerül levetkőznie. És ezt én nagyon tiszteletre tartottam már akkor is, és most is, hogy merte, mert bízott a saját tehetségében, hogy ezt le fogja tudni a későbbiekben küzdeni. Él? Nem ő zuhant le, hanem egy öreg ember. Isten, tudtad, és is, én nem tudtam. Hát ha van valami, akkor ez biztos, hogy egy vagány döntés, egy, egy bátor döntés elsőre nem annyira szép lányt alakítani. Ráadásul úgy, hogy gyönyörű, de, gyönyörű uh, hát vagy. Köszönöm tehát ez... szépen a Júcikának a, a, a megemlékezését. Én nem láttam olyan csúnyának magamat az esős vasárnapban, de lehet, hogy ez így így. így Nyilván volt. nem is volt csak hogy nem ez került de, el, A Júcival mi nekünk nagyon párhuzamosan haladt az életünk, mert a, a diplomamunkákat, ahogy tetsziket ugye én voltam Rozalinda, ő volt Szélia, és aztán később is ugye a Várkonyi Zoltánnál az az Nagybába is együtt voltunk, sokat, sokat játszottunk együtt, és, és most is nagyon szép a barátságunk, én úgy érzem, úgyhogy hogy én nagyon szeretem őt, és ez, ez változatlanul kitart 60 éve. <laughs> Hogyha azért egy picit még maradunk a, a, bátor döntéseknél, azon gondolkozom, hogy sokszor elhangzott az, hogy volt a kisebb érzése érzéseid, meséltél most egy picit arról is, hogy mit éltél át a, a főiskolán, de végső soron a döntéseidben valahogy mindig nagyon bátor voltál. Nem akarok nagyon előre ugrani az időben, de itt volt egy filmgyári per is, amikor beperelted a filmgyárat, mert nem csak magadért álltál, magadért álltál ki, hanem, hanem, a színész kollégáidért is, és még számos olyan apájával kapcsolatos döntés volt, amire ráírik a bátor és vagány jelző. Ez egy vele született, leküzdhetetlen bátorság, vagy, vagy, megtanultad bizonyos élethelyzetekből azt, hogy, hogy, sokkal jobb így csinálni, és önazonosnak maradni, mint, mint nem. Hát, hogy önazonosnak maradni, az nagyon fontos, de hogy bennem ez a bátorság működött, Ez egyszer nekem egy rendező mondta, mégpedig a Gál Pista bácsi, aki a... Elnézést, hogy bácsizom, szegény már nem él, de engem delegált a, a középiskola, a kis Központi Művész Együttesbe, és ő ott tanított, és aztán ő, ő rádiórendező volt, és nagyon sokat dolgoztam vele. És akkor egyszer mondja nekem a Pista bácsi, hogy hogy Ili csinálom a csongor és tündét, és te vagy az Ilma. Hát elájultam, gondoltam, hogy, hogy esetleg még a hangom miatt talán az ég királynője, de, de Szerint. mondjuk a tünde nem, de hát ad a csongort is eljátszanám, de éppen az ilmat. És kérdeztem, hogy Pista bácsi, miért? Azt mondja, azért, mert te bátor vagy. Hmm. Úgyhogy ő valamit érzett, érzett bennem. Az tény, hogy, hogy nagyon fontos nekem a tiszta helyzet, szóval az, az, az magánéletben is, és, és, a, és a szakmában is. Akkor érzem jól magam. Hogyha egy picit még a, a film szerepeknél vagyunk, kedves emléket, hogy Szabó István nagyjátékfilmjében is játszottál, erre hogyan emlékszel vissza? Mert hogy azt mondtad, hogy volt egy jelenet a buszon, hogy soha úgy nem fényképeztek, olyan igen, csodálatosan, mint. A ott. vámos, igen. Én nekem az, az, az olyan meglepő volt, egy annyira körülölelt a fény, és olyan Olyannak láttam magam, mint ahogy, ahogy soha nem hittem volna, hogy, hogy i, ilyen is lehetek. Szóval az, hogyha, hogyha valaki valakit szeret, talán ilyennek látja, mint ahogy én láttam magamat azon a buszos jeleneten. Szóval, hogy, hogy megláttam egy másik ember szemével magamat, mm. és az nagyon-nagyon az érdekes volt. Nagyon érdekes. M mit volt. Érzékeltél abból, ahogy ő látott téged? Tehát az mit jelentett neked? Az, hogy minden, ami, ami én vagyok, az kiült az arcomra, és egy olyan sugárzás fogott körbe, hogy úgy, úgy, úgy simogatott a külvilág, és az nagyon-nagyon szerettem. Nagyon-nagyon hm. szerettem. Természetesen az aranyembert nem lehet kihagyni, mint ahogy most éppen ugye két film között kihagytam, de hát azután nyilván egy, egy ország kezdte el a ránygyermekét Tímának nevezni. Erre utólag, erre az időszakra, erre a korszakra, amikor hirtelen ekkora film sikerek voltak, és gyakorlatilag még a főiskola ment párhuzamosan, hogyan emlékszel vissza, szóval az biztos nem volt egyszerű diáknak is maradni, és közben ebben a sikerben fürdeni. Nem tudtam. Nem tudtam, mert, mert, mert az osztálytársaim megnézték a filmet, nem voltak érte oda már olyan az alakításomtól úgy egyáltalán nem. És én, én nem tudtam, hogy ennek ilyen hatása lesz. Én nagyon szerettem, nagyon különös körülmények között kaptam meg, mert ez az eredeti szereposztás nem ez lett volna. És, és miután a, a, a főszereplőre kijelölt művész felesége lett volna az Átáli, és a Gertlernek ez nem felelt meg, szolidaritásból nem vállalta el a, a szerepet, és így találták meg Marosvásárhelyen a Timár Mihályt, a nagyon kedves, kedves kollégámat. Az a szomorú, hogy már tulajdonképpen tulajdonképpen az egész stábból már csak én élek, mm. és Bárány Friszi házán, úgyhogy hogy mindenki elment, most nem régen az Ildikó, ez egy, ez egy szomorú, szomorú dolog, de a, a forgatásra nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza, a Viktor bácsira is, és, és a nagy vitáimra, a Senki Szigetin, -Sz a Latinovicsal, akivel borzalmasan nehéz volt vitatkozni, mert, mert valamit állított, és öt perc múlva annak az ellenkezőjét vehemen sem védte, úgyhogy egyszerre is sírtam magam. De hogy tulajdonképpen akkor ott véget ért ez a picit védett főiskolai létezés, mert mondtad, Igen. hogy ott nem tudták elfogadni, hogy te már... Ennyire előre mentél igen, a karrieredben. De ők, ők, ők nem azt nem tudták, talán nem tudták elfogadni, nem hiszem, hogy irigyek voltak, hiszen a lányok mind a három, fő, mm. vagy mind a négy, mindenki főszerepet játszott, tehát mindenki megkapta a lehetőséget. A Szeged Erika is főszerepet játszott a, a nappali sötétségben, a, a, a Dobos Ildi is főszerepet játszott, úgyhogy hogy csak aztán mindenkinek másképp alakult mm. az élete. Mm -hmm. Aztán a filmes karriernek vége szakadt egy időre, méghozzá jó darab időre, 25 évre a már említett incidens miatt, hogy az egyszerre nem három éjszakája a című film során igen. megbetegedtél, és utána, mivel felfedezted, hogy a színészeknek nincs biztosításuk, be is a, a, a filmgyárat azért, hogy, igen. hogy ezt a helyzetet, ezt ez az régi történet, állapotot megvál, megváltoztasd, és persze ez egy régi történet, igazából csak az az érdekes benne, hogy ezek után a filmsikerek után azt hogy lehet bírni, hogy akkor 25 évig ezek nem ismétlődnek? Te én azt rögtön tudtam, amikor a, a megnyertem a pert, és a bíró mondta, hogy semmilyen retorzióval nem élhet a gyár, és akkor a gyár ügyvédje, akit acélnak hívtak. Ironikus módon. Igen. Azt mondta, hogy mi nagyon szeretjük a béres de sajnos nincs rá szükség. És én abban a pillanatban tudtam, hogy milyen évek várnak rám. Úgyhogy akkor, amikor engem a gazdag a felhívott, hogy csinálja a elveszett illúziókat modern változatba, és szeretne velem azt kérdeztem, hogy jó számot hívott, hm. szóval hogy annyira hm. meg voltam lepődve. Aztán a Török Ferinél pedig az történt, hogy valaki nem vállalta, nagyon közel a forgatáshoz mondta le, úgyhogy ez lényegében egy beugrás volt. Megkaptam rá a filmkritikusok díját, de hát azóta se filmeztem. szóval ez, ez egy ilyen... Különös sztori, nagyon sok televíziós játékot játszottam. És azok de, de azokkal az emberekkel, a ma filmesekkel, tehát én tulajdonképpen de fura filmek forgattam. Ez? Igen, sok lesütött szemű ember járt körülöttem akkor. És milyen fura lehet az is, hogy az ember nem kapja meg azt a bátorságot a másik oldalról, amit ő viszont képvisel, de cserébe jött a tévéjátékokon kívül rengeteg gyönyörű színházi szerep, igazi nagy klasszikusok és később alternatív színházakban is szerepek, mindjárt ezekről fogunk beszélgetni, de előtte ismét következik egy fontos ember az életedből. Számos legendás fénykép egy párizsi út és a mai napig elmaradhatatlan reggeli telefon, mindez csak néhány jellemzője vendégünk és keleti évad több évtizedes barátságának. Kíváncsiak voltunk, hogy a Kossuth Díjas fotóművész hogyan látja Béres Ivanát. Béres Sirona az az ideális színész, és kívánom minden kollégának, hogy ilyen alanyjal kerüljön szembe, mert nem le kérhettem tőle semmi olyat, amit ő soha nem tett volna meg, még akkor is, hogyha ennek akár fizikai, akár más akadálya lett volna. Ő tudta, hogy ha most fotográfálunk, akkor az azt jelenti, hogy az ő feladata az, hogy Na ja, hát ez a ruhát kár még jobban összegyűjön. Én emlékszem arra a pillanatra, amikor ő először a, a Vix Színháznak a színpadára lépett, és semmi más nem volt, Úgy, mint mérkező, volt olyan, ő itt egy mérkező, széken, mérkező. egy fekete kis kombinében, mérkező. egy sugár a lámpából rávetődött, és fellélegzett a szépségétől, a jelenségtől a közönség és amikor ezen a fantasztikus búgó hangján megszólalt, akkor, akkor az övé volt nem csak a Vic Színház közönsége, hanem egész Magyarország. Maga aztán igazán ért a pénzhez. Tulajdonképpen a pályáját a Nemzeti Színházba futottak ki, és ő mégis vikszínházas színész, mert ott játszott olyan szerepeket, amit hát például a Csurkának a házmestersi siatója, a zsidó lány monológia, hát az fantasztikus az. Oda kötözve egy fa oszlophoz, rezzenésten arccal, én nem tudom hány perces ez a monológ, az egész nézőtől sírt a végén. Szereti a kihívásokat, meg is oldja a kihívásokat, és a közönség is nagyon szereti. Higgy el, hogy nem a szépsége miatt, mert az egy adottság, hanem abból a mély érzelemből, ami belőle fakad, hogy azonosulva a szereppel ugyanazokat az érzéseket fel tudja kelteni a nézőben, mint amelyeket ő él át a szerepben. Hát, ez most már olyan szépnek sem merek szólalni. <gül> <Ez> <gül> rólam szól ez, de hát hála Istennek, hogy a barátságunk az nagyon erős, és nagyon szeretjük egymást. Kevés barátja van, azért kérdezem, olyan nagyon közeli, nagyon mély barátságra gondolok, mert az a fajta őszinteség és egyenesség, amiről már beszéltünk, az nem feltétlenül kedvez olykor még a barátságoknak sem. <laughs> Én most már elég idős vagyok ahhoz, hogy veszteségeim legyenek. Tehát volt egy, egy csodálatos barátnőm, aki már nem él, mert idősebb volt, mint én, és elment. Hát hála Istennek Éva maradt. Júcival nagyon szépen tartjuk a kapcsolatot, az nagyon. Nem kell ahhoz találkozni, elég a telefon, nekünk félszavakból értjük egymást. De hát én nekem a legjobb barátom a férjem. Úgyhogy ez, ez egy lassan 50 éves. Igen, jövőre leszünk 50 évesek, mert 72-ben indult a kapcsolatunk, és hát az irgalmatlan nagy ajándék. Uh -huh. Hogyha egy picit visszatérünk ahhoz, amit keleti Éva mondott, hogy sosem szép akart lenni, hanem, hanem átadni azokat az érzéseket, amiket ön megélt a szerepben, olykor zavarta is, hogy ennyire szép? De hagyjatok már vele a szépséggel, hát én nem voltam... De jó, a... hogy ezt mondja, mondod! De nem, nem, hát hogy mondjam én, nem is, nem is tudtam, hát nem így nőttem fel, hát nekem volt egy gyönyörű nővérem, hat évvel idősebb, mint én, aki mindig mondták, hogy ő a barok asszony, én meg csak egy ilyen 20. századi senki, sem vagyok, az a hat év, ez nagyon sok. És a férjem, aki közgázt végzett, mondta, hogy a közgázon a legszebb lánya Béres Éva volt. Hát akkor gondold el, hogy, hogy hát én voltam a reszli. Hát a, és akkor, akkor, amikor bekerültem a főiskolára, én akkor csupa felnőtt, gyönyörű lány köz, közé kerültem, akiknek udvarlóik voltak. Én meg egy ilyen kis nyírfácska ottan, aki az összes öregasszonyt megkapta, és, és karakter színésznőként kezeltek. És akkor, amikor a Pártos Géza csinálta a, a, a Bömbörit, akkor a Gwendolint rámoztotta, de nem az osztályba, mert az osztályban nagyon hatottak azok az egyéniségek, akik ott voltak, hiszen egy szobába voltunk. De ott a bömbörivel lementünk az Ódri színpadra, és a nézőtér és köztem ott volt a Rivalda, és az engem megvédett. Hm. És akkor hát be voltam ondolálva ilyen loknikra, megad a Gwendoli, nagyon elegáns, és akkor egyszer csak a pártos Géza azt mondta a nézőtér, hogy milyen szép maga kislányom. Hm. lányom." Hát ott elájultam meg, hát az osztályban is megszokták, hogy én vagyok az Anfisa, a Dajka, a Vénlány, minden. Úgyhogy hogy furcsa dolog ezzel a szépséggel, hogy, hogy jönnek nekem, hogy a, hogy a, szépség. Én szerintem valami, hát nem vagyok pszichiáter, de, de valami belső dolog sugározhatott belőlem, mert hiszen, hiszen, semmi olyan vonásom nem volt. A egy szépségversenyen nem tudtam volna bikinibe felvonulni, hogy én vagyok a mi tökéletes. Na ezzel biztos sokan vitatkozzának, de a kisugárzással, vagy a belső Átsugárzásával abszolút egyetértek. És hogyha most nem kezdem el a nagy szerepeket sorolni, tényleg a, a legszebb orosz klasszikusok, Shakespeare-ek, tényleg nagyon sok minden. az Euripidéstől Szakonyiig én végigjátszottam <laughs> Igen. az irodalmat. Abszolút végigjátszottad az irodalmat, és hogyha most 40-42 éves korod közé ugrunk a képzeletbeli Igen. idővonalon, akkor te mondtad erről az időszakról azt, hogy ez volt a legjobb időszak, a legteljesebb, a és a leginkább olyan időszak, ahol jelen voltál. Miért? Te Mi nem, 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 színészként és művészként, nőként. Tehát azt éreztem, hogy egy nő 40-42 éves korra körül van kész, készen. Tehát onnantól kezdve nincs az életében, hogy majd, 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 még, még és nincs az, hogy már, 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 már. Az abszolút jelen idő. De, de később is sok mindent lehetett játszani, de, de hogy, hogy, nekem ilyen ajándékok voltak, hogy, hogy médiát játszhattam, és, és moderneket, és hogy eljátszhattam az egy életem egyik legfontosabb szerepét, az Alexandra Dellágót az ifjúság édes madarában, mm. szinte kettesbe a, a Kaszás Attillával. Ezek olyan, olyan élmények, hogy az Atillával játszani olyan mámor volt, mint amikor egészen fiatal voltam, és, és olyan partnereim voltak, mint a Básti Lajos, a, a, a Besenyei, a, 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 Darvas Iván, és hát mondjam a hölgyeket, hogy a Súlyok Mária, a, a Bulla elmuska, úgyhogy ö, sajnos én a Rutkaival nem játszottam. Én őt csak csodáltam. A készen van gondolatra visszautalva csak egy színész készen van valamikor is? Á, dehogy, hogy, de hogy. Ezt, ezt, hogy mondjam neked... Én most három évvel ezelőtt volt egy premierem egy vadonat számomra, vadonat új rendezővel, a Szabó K. Istvánnal, akivel egy ez szóra, egy a nagy a találkozás szóra. volt, igen, számomra nagy találkozás, mert visszajöttek a pártos féle emlékek, és nagyon-nagyon boldogan próbáltam, és nagyon boldogan játszottam, csak sajnos az egészségem közbeszólt, és, és hát lényegében ez lett a hattyúdalom. Hattyú dalt mondasz, szerintem pedig mindenki azt várja, hogy hát ha egyszer mégis még lát a, a színpadon, de hogyha az adás kezdő gondolatához térek vissza, azt hogy lehet feldolgozni, hogy valaki, akinek ennyire ez az élete, ez a pálya, hogy eztől akkor búcsút kell venni? Hát nagyon hosszú ideig nem volt magánéletem, avval együtt, hogy a, hogy a házasságom úgy sikerült, hogy hála Istennek, nagyon jó házasság és nagyon nagy kapcsolat. De most hát hogy is fogalmazzam, hogy, hogy fogyasztó lettem alkotó helyett, hm. és, és Ezt nagyon, át lehet így Nagyon nagy örömmel nézek igazán tehetséges és jó dolgokat. És akkor, amikor még a barátaim még nem jött be a pandémia, és, és barátaim vittek színházba, mert a férjemet nem tudtam rábeszélni egy-két előadás után. Sajnos azt mondta, hogy neki többet ér az estéje, mint hogy ezeket a dolgokat. Néz. Engem viszont nagyon érdekelt, és, és az az érdekes, hogy, hogy vizsgáltam magamat, és nem született meg bennem az a sor, hogy ó, ha én is, én is köztetek lehetnék. Nem, nem adott olyan élményt, olyan katarzist, sajnos, hogy, hogy megsajduljon a szívem, hogy nem vagyok köztük. Ez egy szomorú dolog nekem, avval együtt, hogy, hogy minden jót kívánok, és nagyon-nagyon és ünneplem a tehetséget, mert az hatalmas nagy ajándék van azért a fiatalabb generációból, akikkel szoros kapcsolatot ápolsz, most egy ilyen valaki következik. Vendégünk a leghosszabb időt a Hevesi Sándor téri nemzeti, majd annak a társulatával továbbműködő Pesti Magyar Színház kötelékében töltötte. Most az akkori társulat egyik művészével folytatjuk, aki pót anyukájaként tekint Béres Ilonára. A Jászai Maridíjas Gregor Bernadett következik. Jé, jé, jé. 1996-ban szerződtem a Nemzeti Színházhoz, ugye ami később lett csak Pesti Magyar Színház, és rögtön bedobtak a mély vízbe, mert Szomorédezső Bella című darabjának a címszerepét játszottam, amelyben Ilona volt az édesanyám, és hát egy nagyon tapasztalatlan, nagyon kezdő színésznő voltam. Ha a jövedelmem engedni, akkor nem Bécsben, hanem Párizsban tölteném a teret. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy az ironával összehozott a, a jó sorsom, mert olyan dolgokat tanultam meg az első közös munka alkalmával is, és még utána nagyon sokat dolgoztunk együtt, általában anyalány viszonyban, amelyek életre szólóak, tehát olyan, olyan praktikákat, olyan trükköket, amiket különben a színművészetén nem tanítanak. Lemondasz róla? Édesanyámat 1997-ben veszítettem el, és ugye hát előtte egy évvel kerültem oda a nemzetibe, és én emlékszem, hogy volt egy olyan előadás a, ebből a Bellából, amit édesanyám megnézett, és én Ilonával együtt öltöztem, és találkoztak is személyesen. Nem is tudom, hogy van-e olyan pályatársadalom, akivel anyám találkozott. És anyukám elvesztése után valahogy az, az én részemről még, még, még szorosabbá vált ez a erőteljesebb volt ez a ragaszkodás az Ilona felé, úgymond egy ilyen, én pótanyám lett, egy, 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 olyan, olyan pótanyám, kolléganőm, nőtársam, akitől, akitől, mindenféle fenntartás nélkül bármilyen szakmai vagy életbeli tanácsot nagyon szívesen fogadtam. De átok! De. De olyan színésznő, olyan aki amúgy szerintem amit ezen a pályán el lehetett érni, az, az ő neki megadatott. Az ő kisugárzásából, a nőiségéből, a szépségéből, a, a tehetségéből úgy lehetett merítkezni és töltekezni. Meg vagyok hatva, <gül> <gül> nagyon meg vagyok lepve, <laughs> és puszik a Dettinek, mert mert nagy figyelemmel kísérem a pályáját, és egy irgalmatlan, nehéz közös munkánk volt a Misimának a. a, a mi sima hirtelen, már a Szád Márkinében játszottunk együtt, és, és hát az egy borzasztó nehéz, nehéz anyag, és azt az alázatot, és szorgalmat, és, és akarást, amivel, amivel ott a Detti dolgozott, azt nagyon-nagyon értékeltem. Nagyon, nagyon szeretlek, Detti, változatlanul. Szia! Alázat és szorgalom, két Valószínűleg kulcs szó ahhoz, hogy az ember a, a tehetségét gondozni is tudja. Ez egy dolog, amivel születünk, de nyilván, nyilván ezt az adottságot ápolni is kell. Mi vitte előre a pályán? Mi mozgatta újból, hát, újból Az elégedetlenség, tehát az ember egy idő után fölmérő, hogy mit nem tud, az egy nagyon erős hajtóerő. Tehát amikor kijöttem a főiskoláról, egyszerűen fölfogtam, hogy nem tudok jól beszélni. Nem tanítottak meg. Tehát volt egy mély lágém, és egy fölső és a kettő között nem volt semmi. És ekkor fordult Montag tanárunk. Igen, és akkor a Montag tanárhoz elmentem el, el. a lakására, és... és megcsinálta nekem ezt a középső lágét. Úgyhogy ennek köszönthetem, hogy, hogy például a Krónos szerepét a Vörös Sándornak a teomakiájába úgy tudtam eljátszani, hogy két órán keresztül höröktem, <laughs> és utána meg tudtam szólalni nagyon csöndesen. Férfi szerep volt, és más férfi szerepeket is kaptál. Uh mi benned a férfias, amit, amit meglátnak benned ezek a rendezők? Én azt hiszem, hogy nem bennem van, hanem egy hiányjal, hogy az én korombeli férfiakat nagyon nehéz rávenni, hogy ilyen nehéz szövegeket megtanuljanak, mert hát nem akarom bántani ezt a korosztály, de, de elég sokat tettek azért, hogy, hogy a koncentrációs készségük az egy hm. kicsikét csökkenjen. És hát ez volt a, a Boris Godunovval, amikor, amikor kitalálták, hogy a az őrkén Színházba ez menjen, és a Kovalik Balázs egyszerűen nem talált partnert, méltó ellenfelet a, a Borisnak, és akkor egyik reggel fölébredt erre, hogy béres, és ő ezt onnan tudhatta, hogy ő stúdiós volt a Nemzeti Színházban, és látta, hogy hogy dolgozom. Tehát onnan jött ez az ötlet, nem az én maszkulin egyéncsiségemtől, szóval nem onnan származik. <laughs> És akkor fölfogták ezt a dolgot, hogy, hogy a Balázs Zsoli, aki egy, egy, egy a generációjának az egyik legtehetségesebb tagja, hogy, hogy én álltam, mint Krónosz, mint egy öreg szamuráj, és a férfi erőm, az egy fiatal fiú volt egy ágyékkötővel, ott ült a lábamnál, és amikor a, a feleséggel meg kell történni a násznak, akkor ez a fiatal ember mászott fel a hálón, és, és küldtem magamból a férfi erőmet a feleség fele. Nagyon érdekes volt. Az idő, Krónosz, <laughs> az idő múlása, már csak pár pillanat van a műsorból hátra, ahhoz, hogy viszonyulsz a, a múláshoz, az elmúláshoz. Az elmúláshoz? Nagyon természetesnek tartom. Borzasztó természetesnek tartom. A jelző most rossz, hogy borzasztó, de nagyon természetesnek tartom, és béke van bennem. Teljes béke van bennem, és búcsú. Idézek egy dél-amerikai költőtől, ha lehet. Az a versnek a címe, hogy Békesség. Nem mondom el az egészet. Ez a vége. Szerettem és szerettek. Napcsókolta arcom. Nem vagy adósom élet. Váljunk el. Nem haragszom. ennél szebb végszó ehhez a beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Jövő vasárnap este héttől újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!